Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Ő nősül. Írta Forró Pál a mű elektronikus változatára a nevezd meg, így a tovább 4.0 nemzetközi kreatív commons licensz feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-69-9 online. MK 1634 ha az ember 30 esztendeig koplal, maga húzza a rozogataigát, amelyen mindenféle ócska limlom várakozik vevőre, és azután egyszerre megfordul a sorsa és dollármilliómos lesz. Bizony, könnyen megrészegül a pénz szagától, mint ahogyan a bortól is hamarább rúg be az, aki nem szokott inni, mint az idült alkoholista. Ez történt Bill Podellel is. Nem volt valami eget ostromló lángész, ám bár ostobának sem lehetett mondani, de azért egészen bizonyos, hogy még ma is reménytelen szegénységben folytatta volna a házalás szomorú mesterségét, ha egy napon nem akkor téved a 175. utcába, amikor ott néhány gengszter éppen egy kétségbe esettem védekező gentleman igyekezett kiráncigálni kocsiából. Bill habozás nélkül felragadta a kocsia tetején heverő furkós botot, amelyel az áruraktárához túlságosan közel szemtelenkedő apró csirkefogókat szokta elkergetni, és vitézül szétütött a támadók között. Őszintén szólva, ehhez nem is kellett túlságos hősiesség, mert Bill már látta, hogy az utca vége felől rendőrök rohannak, de gondolta, hogy beavatkozása esetén kilátása lehet néhány dollár jutalomra régi dolog, hogy igazán nagy pénzt csak egyszerre, egyetlen merész kockázattal lehet szerezni. Kiderült, hogy a megmentett úr James Gold a textil király volt. Bill másnap 200 ezer dollárról szóló csekket kapott Goldtól, aki azon felül egyik telepének főfelügyelőjéül is kinevezte. Ettől kezdve a szerencse állandóan és makacsul Bill mellé szegődött. 15 esztendő alatt szédületes karriert futott be. Fokról fokra emelkedett, tíz esztendő múlva már a hatalmas vállalat tejhatalmú igazgatója lett, és mikor öt évvel később az Aglegingold meghalt, Billre hagyta a részvények többségét, aki így egyike lett a leggazdagabb iparmágnásoknak. Bill ekkor már határozottan nadzási hóbortba esett mint a legtöbb ember, aki csupán a szerencsés véletlennek köszönheti meggazdagodását, ő sem volt ezt hajlandó elismerni, ellenkezőleg egyre jobban el volt ragadtatva a saját nagyságától, óriási üzleti képességeitől. Gyűlölte és megtagadta a nyomorban töltött múltat, és mintha csak a koplalás szűkös esztendőin akarna bosszút állni, fejedelmi pompát teremtett maga körül. Egy kicsit túlságosan csillogó és barbáris volt ez a fényűzés, mint általában a parvenűké, akik a pénzükhöz nem tudták megszerezni a nemes ízlést és műértést. Ennek az ellenszembes gazdagságnak egyetlen oázisa volt, Patricia, Bill 18 esztendős tökéletes szépségű leánya. Patrisa vérében frissen keringett a New Yorki csibészek jókedve, aranyos humora, forró temperamentuma és apja legnagyobb bosszúságára úgy látszott, hogy a drága nevelők és nevelőnők, valamint a legelőkelőbb liceumok ellenére, lényében megmaradt a kis vadócnak, aki három esztendős korában az özvegységre jutott apa kocsia körül lábatlankodott. De ha az előkelőség terén nem is vált tökéletessé, annál bámulatosabb teljesítményekkel kápráztatta el a társaságot sport teljesítményeivel. Vakmerően lovagolt, két díjat nyert autóvezetésben, de úszott, boxolt, labdát rúgott. Kitűnő pajtás volt, akire azt szokták mondani, hogy jó pofa. Ha új fiút mutattak be neki, rendszerint már az első percekben azt mondta neki. Halló, öreg fiú, kérje meg a kezemet. Ha a meglepet fiú megrökönyödve, azt kérdezte, hogy miért. Patrisa nevetve válaszolta. Mert előbb-utóbb ezt úgy is megteszi, és én akkor kikosarazom. Jobb hát, ha ezen a kényelmetlen és kínos epizódon mielőbb túlesünk, és attól kezdve nem állhat semmi az utunkban, hogy zavartalan jó barátok maradhassunk. Bill majom szeretettel imádta leányát, és vakmerő terveket forgatott vele kapcsolatban agyában. Patrisa sejtette, hogy atyának különböző titokzatos tervei vannak eljövendő házasságát illetőleg, de nem sokat törődött velük. Egyelőre esze ágában sem volt férjhez menni. Vígan élte gondtalan leányságát. Egy napon azonban apja szokatlan izgalommal kérette szobájába. Patrisa, mondta remegve a felindulástól, ha minden jól megy, hercegnő leszel. Patrisa kerekre nyitotta szemét. Hogy érted ezt, papa? Levelet kaptam Sámsontól, Csikágói ügynökömtől. Tudod, valamikor angol tiszt volt, néhány évig diplomáciai szolgálatra is beosztották, remek összeköttetései vannak az európai arisztokrácia körében. Képzeld, Sámson a napokban legnagyobb meglepetésére találkozott szavérral, Illíria uralkodó hercegével. Mit csinált a herceg Csikágóban? Hát éppen erről van szó, dörzsölte a kezét Bill. A herceg feleséget keres. A hazájában ugyanis bajok vannak. A herceg kincses kamrája meglehetősen kiapadt és félő, hogy bizonyos forradalmárok egy, az övénél gazdagabb hercegi ágat akarnak a trónra juttatni. És miért érdekli papát Illíria belpolitikája? Nevetett Patrisa. Hát nem érted? Kiáltotta szinte felháborodva Bill. Arról van szó, hogy rendbe hozom Illíria pénzügyeit, és Xavier herceg téged vesz feleségül uralkodó hercegnő leszel. Fenséges asszony! Patrisa pajkosan füttyentett. Ejha! Nem is olyan rossz ötlet. Bill papa pukkadozott. Több komolyságot kérek. Nálad sohasem lehet tudni, hogy gúnyolódsz -e, vagy komolyan beszélsz. Nézd, papa, én nem vagyok operethősnő, akinek most szabályszerűen azt kellene válaszolnia, hogy hallani sem akar a hercegről, mert csak szíve szerint fog férjet választani. Én nem vagyok ennyire regényes, és szerencsére pillanatnyilag egyáltalában nem vagyok szerelmes. Hány éves a herceg? Nem tudom. Hogy néz ki? Ne kérdezz. Mondom, hogy semmit sem tudok róla. Samuel nem küldött fényképet. Praktikus ember. Ő mindjárt a herceget küldte. Micsoda? A herceg már itt is van. Még nem, de talán csak napok, esetleg órák kérdése. Samuel őszintén, okosan beszélt vele. Megmondta, hogy a szükséges pénz nálunk rendelkezésére áll és leírta, hogy milyen szép vagy. A herceg végre is elhatározta, hogy meglátogat bennünket. A látogatásnak természetesen valami elfogadható oka is lesz a külvilág számára. Xavér herceg látszólag azért jön, hogy az illíriai hadsereg számára szükséges ponyva és posztószükségletet megrendeljen nálam. Valójában azonban téged akar megismerni. Kitűnő ötlet. Bólintott Patrisa. Szóval, ha megtetszem a hercegnek, nem csak rajtam túl, hanem selejtes posztóidon is. Ne légy szemtelen! Nevetett Bill. Vett tudomásul, hogy annak az országnak, melynek te leszel az uralkodónője, a legelegánsabban öltözködő katonasága lesz. Papa, mosolygott Patrisa, te nem is vagy rossz üzletember adsz néhány millió dollár hozományt, de viszont busásan megtalálod számításodat az illíriával kötendő üzletekkel kapcsolatban. Bill ragyogó arccal ölelte magához leányát. Végre megértjük egymást, Patricia. Ebben a pillanatban belépett az egyik inas és zavartan állt meg Bill előtt. Mr. Podell mondotta, egy úr akar önnel beszélni. Nagyon különös gentleman. Kicsoda? Azt mondta, hogy jelentsem azt, hogy a lovacska van itt. Miféle hülye beszéd ez? Kérem, szó szerint ezt mondta és hozzátette: Bocsánat, hogy a jó öreg Bill nagyon fog örülni, ha ezt megmondom. Külsőre milyen? kérdezte megrökönyödve Bill. Engedelmet, Mr. Podel, de nékem nincsen jogomban véleményt mondanom látogatóiról de annyit tisztelettel megjegyezhetek, hogy nagyon szokatlanul van öltözve. Talán egy őrült. Bélte Patrisa. Küld el. Utasította Bill. Az inas szótlanul távozott. Egy perc múlva azonban égtelen ordítozás hallatszott. Az ajtó felpattant, és az elképet Bill előtt egy hadonászó fiatalember jelent meg. Csak ugyan, igaza volt az inasnak, az ismeretlen meglehetősen bizarr látványt nyújtott. Ingújban volt, kabátját nyilván ledobta, fején széles karimájú kalap, lábszárén pedig olyan bűnadrág, amilyeneket kaubolyok hordanak. A nyitott ajtón keresztül látható volt a leütött inas, aki fejét tapogatva próbált feltápászkodni a fiatalember szélesen, vidáman mosolygott, mind a 32 foga kivillogott hatalmas álkapcsai közül, derült, kedves fickónak látszott és nem törődve Bill elképet hápogásával, aki levegő után kapkodott meglepetésében, hozzárohant, átölelte. Halló, öreg fiú, kiáltotta ragyogva, mit szólsz, itt vagyok. Ez a szamár inas nem akart beengedni hozzád, az én drága gazdámhoz. Azt mondta, hogy nem emlékszel a lovacskádra. No, de hogy nálad milyen finom minden. Fene sok dollárod lehet, Bill. De hogy az ördögbe szedted meg magad ennyire. Emlékszel, mikor még kenyerünk sem volt, és a béremet sem tudtad megfizetni? Tom, kiáltotta elszörnyedve Bill. Hát persze, hogy én vagyok. No, végre, hogy megismersz. Már féltem, hogy talán csak ugyan nem vagy az én öreg gazdám, akinek öt évig húztam a taigáját. Emlékszel? Nagyon vicces idők voltak. Mindig nyerítéssel jeleztem, hogy éhes vagyok, mint az igazi lovak, te pedig belém rúgtál, mint az igazi kocsisok. De azért derék fickó voltál. Volt szíved, nem tehettél róla, hogy éppen úgy koplaltál, mint én. Ezért is tartottam ki melletted. Csak akkor hagytalak el, mikor már magad is beláttad, hogy az áruraktár olyan könnyű lett, hogy már nem kellett lovacska, aki húzza, befoghattad nyugodtan magadat is. Bill azt hitte, hogy elsüllyedt szégyenében. Micsoda buta, durva fráterrezatom, hogy ilyen kínos dolgokról beszél az ő elkényeztetett lánya jelenlétében. Kérlek, mondotta dühösen, látod, hogy nem vagyok egyedül. Majd add meg a címedet, üzenni fogok érted, vagy fel foglak keresni, és akkor beszélgethetünk. Tom megütközve nézett végig Billen. Miért menjek el? Eszemben sincsen elmenni. Nekem nagyon tetszik itt. És semmi okod nincsen, hogy restelkedj miattam. Nekem is jól ment ám a sorsom, és én is vittem valamire. Nem mondom, eleinte kissé nehéz volt a dolog képzeld, évekig kidobó ember voltam különböző kocsmákban. Nehéz mesterség, ám bár elég jól fizetik és nincsen gond a kosztra. De mikor már vagy tizedszer lőttek belém és szurkáltak meg, gondoltam, jó lesz más foglalkozás után nézni és boxolni kezdtem. Ma én vagyok Illinois állambajnoka, ez pedig nagy szó, mert ott nagy verekedők vannak. 200 dollárt is kapok egy fellépésért, de ritkán szerepelek, nem mernek kiállni velem. Azután már 30 éves lettem, gondoltam, ideje lesz megnősülni, hát így jutottál eszembe, öreg komám. Tudod, az ökölvívásból 35 éves korában kiöregszik az ember, jobb, ha idejében változtatok foglalkozást. Patricia remekül mulatott hallatlanul mulatságosnak találta ezt a bivajt, aki úgy beszélt az apjával, mint valami kocsmai cimborájával. Mondhatom, folytattatom, nehezen találtalak meg. Fogalmam sem volt, hogy a dús gazdag podelbil azonos az én régi gazdámmal. Persze, én más államokban csavarogtam, eltűntél a szemem elől, te sem tudtad, hogy én merre járok, és így nem tudtuk egymást értesíteni. Nem ismertem ide jönni addig, amíg meg nem lestelek, mikor kiszálltál a kocsitból. Nézlek, nézlek, és azt mondom, kis kutya legyek, ha ez nem az én öreg billem. Megismerem a bal szeme mellett lévő szemölcsről. Na, gondoltam, éppen jókor találkozunk, megnézem, mi lett a kis menyasszonyomból. Halló, Bill, remélem, még nem ment férihez Patrisa. Patricai hangosan felkacagott szívből, jó ízűen. Hát ez már mindennek a teteje volt. Tom meglepetten kapta fel fejét. Most vette először szemügyre a fiatal lányt. Nézze, izé, mondotta Patrisa, én vagyok az a fiatal lány, a Patrisa. De maga barátom, sült bolond. Hogy képzeli ezt? hogy ide csak be lehet állítani, hogy itt vagyok, eljöttem Patrisáért, és már rohanunk is az anyakönyvvezetőhöz. Talán még nekem is van ebbe beleszólásom. Szent igaz, mondta zavartalan nyugalommal Tom, de hiszen én általában tetszeni szoktam a fehér népeknek. Becsületes, szépen kereső ember vagyok és... Mondjatom, szakította félbe Patrisa, mikor nézett maga utoljára tükörbe. Miért tetszik kérdezni? Sértődött meg Tom. Hát csak nem gondolja, hogy ilyen lehetetlen külsővel állíthat be ide kérőként. Tom rándította vállán. Hát hiszen, ha csak ezen múlik, vásárolhatok más ruhát. Bill, aki már kissé magához tért, most nagyot csapott az asztalra. Elég volt. Végighallgattam ezt a szemtelen és butalocsogást, de most már hord el az írhádat, Tom. Micsoda pimaszság ide tolakodni a palotámba. Úgy látszik, nincs szemed, vagy végleg meghűltél. Hát, hogy képzeled, azt hiszed, hogy 15 év óta nem változott meg a világ. Te még mindig a régi csavargó vagy, és közénk egy végtelenség zuhant. Jó, ha koldulni jöttél, és meg akarsz vágni néhány dollár erejéig, Hát beszélhetünk erről, de ha a lányom nevét még csak ki is ejted, szavamra, rendőrökkel hurcoltatlak el. Tom vörös lett. Micsoda, kiáltotta dühösen, ez a hála, amiért 15 évig vártam türelmesen a pénzemre, és amiért 12 éves koromtól 17 esztendős koromig ingyen húztam a taigádat. 5 év alatt, ha csak 2 dollárt számítunk hetenként, ez 550 dollára. Rendben van. Kiállítok egy ezer dolláros csekket és elintéztük a dolgot. Remélem, elég gavallérosan fizetek. Ó, vannak ezeknél külön fegyvereink is a toronyban. Súlyt helyeztem arra, hogy embereim a legmodernebbül legyenek felfegyverkezve. Ezek a betonfalak, páncélpincék és titkos alagutak biztos védelmet nyújtanak akkor is, ha egy kisebb hadsereg támadna meg bennünket. Ezt csak azért mondom, hogy ne fűzzenek túlságosan bérmes reményt a szabadulásukhoz. Nem, valóban a herceg és minisztere e pillanatban csak ugyan nem sok reményt fűztek szabadulásukhoz. Egyetlen vigaszuk az volt, hogy a szoba, amelybe vezették őket, egészen csinos és kényelmes volt. Széles kerevetek, értékes szőnyegek és függönyök egy gazdag, vidéki kúria illúzióját keltette. Az asztal már terítve volt. Potof megrökönyödve állt meg. Ezek vártak bennünket. Súgta a hercegnek. Hát, mit gondolt, szórakozásból feszítették ki a szodronyt az országúton. Dörmögte a herceg. Egyébként fordult a bandita főnök Potofhoz, méltóztassanak kedvük szerint enni és inni. Az ételek és italok ára már bent foglaltatik abban a tízezer dollárban, amelyet excellenciát tárcájából kiemeltünk. És kecses meghajlással kiment a szobából. Hallatszott, amint kívülről megforgatja a kulcsot. Potov megvakarta a fejét. Legalább táviratozhatnánk Bill Podelnek, hogy autóbaleset folytán bizonytalanná vált érkezésünk napja. Félek, hogy nagyon megsértődik indokolatlan késedelmünkön. Nem leplezhetem aggodalmamat fenséged előtt, veszélyben a parti. Amerika ezért kárpótlást fog fizetni Illíriának. Kiáltotta dühösen Xavier Herceg. Minden állam felelős a nála vendégségben lévő uralkodók személyi biztonságáért. Hallatlan. Elvették a tíz ezer dollárunkat. Látja, milyen ostoba fráter maga, Potof? Ha odaadja Peinek az 500 dollárt, ennyivel is kevesebbet rabolhattak volna el tőlünk. Egy emelettel a foglyok szobája fölött szemjújja sugárzó arccal ölelkezett össze a bandavezérrel. Hurrá, Johnny, ezt jól megcsináltuk. Ugye, igazam volt, hogy nyugodtan átadhatom a 10 ezer dollárt potofnak, mert úgy is visszaszerezzük. Most azonban rajtad a sor, hogy minél tökéletesebben learassuk e nagyszerű fogás gyümölcseit. Légy nyugodt, hunyorgott a bandita, hiszen tudod, mestere vagyok az olyan komédiának, mint amilyent most kell majd végigjátszanom. Mikor Bill Podell és Patrisa, Tom végzetes látogatása után kettesben maradtak, néhány pillanatig szótlanul meredtek egymásra az elszörnyedéstől. Patrisa tért először magához híres csibészes jókedve most sem hagyta cserben. No, papa, mondta nevetve, ezt jól megcsináltad. Szép kisférjet választottál számomra. Ne őríts meg! Dühöngött Bill, akinek verejték lepte el a homlokát. Ez a példátlan botrány ketté törheti egész karrieremet. Az emberek röhögni fognak rajtunk. Ki kell vándorolnom, feladnom az üzletet. Na, na! Papa, szólt közbe Patrisa, csak hidegvér. Ebbe a dologba még nekem is lesz egy kis beleszólásom. Bízzat csak rám. Olyan undok, kellemetlen leszek, hogy Tom rémültem fog menekülni. Bill fejét rázta. Tévedsz. Ezt nem olyan fából faragták. Egy kocsmai kidobó és ökölvívó nem tartozik az érzékeny, könnyen sértődő emberek közé. Kötélből vannak az idegei. Valami mást kell kitalálni. Bill villám gyorsan dolgozott. Hirtelen megállt, arcára mosolytorzult. Megvan. Kiáltotta. Gyorsan add ide a telefonkönyvet. A rendőrséget hívod. Ördögött. Egy artista ügynökséget. Patrisa aggódva nézett apjára. Komolyan félt, hogy az öregen pillanatnyi elmezavar tört ki. De kérlek, hebegte. Ide figyelj, szakította félbelázasan Bill, remek tervem van. A szerelemben csak női segítséggel lehet dolgozni. Ez a bölény még nem igen látott rendes nőt. El kell szédíteni. Telefonálok egy artista ügynökségnek. Szerződtetem a raktáron lévő legszebb táncos nőt. Ide hozatom a palotába, és beosztom Tom mellé titkárnőnek. Fizetek neki heti 250 dollárt, és külön 1000 dollárt kap, ha olyan kényes helyzetet teremt, amely Tomot kompromittálja. Érted végre? Tetten kell érnünk a fickót, amikor mondjuk éppen karjába szorítja és megcsókolja az illető hölgyet. Akkor meg vagyunk mentve. Szó nélkül kidobhatjuk. Patrisa elismeréssel nézett apjára. Apuskám, lángész vagy! mondotta lelkesedéssel. Csak az a fontos, tette hozzá Bill, hogy minél óvatosabbak legyünk. A fickóval egyelőre úgy kell bánnunk, mint a hímes tojással, és főleg vigyáznunk kell, hogy a herceggel ne kerüljön össze. Képzelheted, hogy eljárna a szája, és mindent elrontana borzasztó, hogy éppen most kellett idejönnie, mikor minden pillanatban várjuk a herceg érkezését. Közben Patrisa már megtalálta egy artista ügynökség címét. All right, mondotta Bill. Menj oda azonnal és válasz ki egy remek nőt. Tudod olyant, akiről feltehető, hogy zsánere ennek az otromba fickónak. Valami vad feketét, kreolt vagy mulattot. Rád bízom egészen. Csak siess. Mire Tom visszaér, már a titkárnője fogadja. A késő délutáni órákban tért vissza Tom a podelpalotába. Megjelenése ezúttal még megdöbbentőbb volt, mint délelőtt. Kezében színes kendőben hozta fehér neműjét, hátára két pár csizmát aggatott és jobb vállára egy zöldes vitorlavászon zsák lógott, amely duzzadásig tele volt mindenféle rejtélyes holmival. Úgy látszik, súlyt helyezett arra, hogy ne nézzék őt a féle ágról szakadt nincstelennek, aki podgyász nélkül állít be egy úri házba. Bill igyekezett mindenkit eltávolítani a közeléből, személyesen fogadta. Nézd, Tom, mondotta, a mi társaságunkban nem járhatsz ilyen nevetséges ruhában, rikító színű ingekben és bőrnyakkendővel. Patrisának nem tetszett a nyakkendőm. Kérdezte búsantom. Mindjárt láttam, hogy valami nem stimmelt. Tetőtől talpig át kell öltözködnöd. Már gondoskodtam egy titkárnőről, aki elvezet a különböző áruházakban, ahol a költségemen felöltöztetnek a titkárnő majd segít a kiválasztásnál. Tom tiltakozó mozdulatot tett. Ajándékról szó sem lehet. A kiadások előlegezését elfogadom, de az utolsó centig mindent levonhatsz majd a hozományból. Néhány perc múlva Tom majdnem hanyat vágódott meglepetésében, amikor a palota legfelsőbb emeletén berendezett lakosztályában egy lélegzetállítóan szép és elegáns kreol szépség fogadta. Miss Diana, a titkárnőd. Mutatta be Bill. A titkárnő bűbájosan mosolygott. Már elkészítettem a fürdőjét, uram. Melyik pizsamáját óhajtja felvenni? A kék vagy a sárga sejmet? Tom egy bölény esetlenségével nézett körül. Sejtette, hogy a pizsamákat Bill küldte a szobájába. Nagyon kényelmetlennek találta ezt a váratlanul rázuhant elegánciát. Szívesebben költözött volna egy ponyvasátorba, mint ebbe a feszélyező, finomkodást követelő környezetbe, ahol érezte, hogy mulatnak rajta. Őszinte csodálkozással nézett Billre. Hallod Bill, hogyan tudsz ilyen buta helyen élni. És mond, a hét minden napján, egész esztendőben ilyen majomkodás folyik körülötted fürdő, meg pizsama. Emlékszel, milyen jókat aludtunk a Detroiti országúton, a csűrök alatt. Hallgass! Sziszek Bill! Ha ilyen hülyéket beszélsz, sohasem hódítod meg Patrisát. Tom főleg azt nem értette, hogy miért hunyorog rá olyan negédesen a titkárnő, miért kacag olyan apró csiklandós nevetéssel, ha szól hozzá. És micsoda illata van! Hallja, mondhatom, maga az eleven fejfájást hordozza. Az ember fuldokolni kezd a maga közelében. Nem tetszik a parfümöm. Kérdezte sértődöttem Miss Diana. Förtelmes, kérem. Kérem, ha nem tetszik, szívesen használok mást. Szabad kérdeznem, Mr. Parker, mi a kedvenc illata? A hagymás birka pörkölt. Diana elragadtatva nézett Tomra. Milyen érdekes ember ön, Mr. Parker! Mennyi eredetiség, friss őszinteség van magában! Egészen más, mint ezek az elpuhult, kényeskedő városi urak. Látja, én mindig ilyennek képzeltem az igazi férfit. Tom szeme megvillant. Hát igazán nem tart nevetségesnek? kérdezte. Mert ezek a többiek mind röhögnek rajtam. De persze egyik sem merne kiállni velem egy kis ökölharcra. Ön tökéletes férfi ideál, Mr. Parker, ha szabad magamat így kifejezni. És azt hiszi, hogy szerethet engem egy úri kisasszony. Ha a saját érzéseim után ítélhetek, akkor ez egészen bizonyos, mondta nagy meggyőződéssel a hangjában, Miss Dajána. Akkor hát nagyszerű kiáltottatom. Kérem, Miss Diana, legyen segítségemre, hogy meghódítsam Miss Patricia Podelt. Annyira szereti. Szereti az ördög azt az elkényeztetett kis fruskát. De kinevetett, és meg akarom magamat bosszulni. Tudja, ha a férje leszek, első dolgom lesz, hogy alaposan megverem gyerek korában már megvertem néhányszor, mikor lopkodta a gyümölcsöt a kocsiról, de azt már elfelejtette. Dajána nevetett. Ha meg akarja hódítani, úgy ajánlok erre egy csalhatatlan módszert. Nagyon hálás lennék érte. Nincs valakie, akit knokautoltatni akar. Szívesen vállalom. Nem, köszönöm. Enélkül is rendelkezésére állok. Tehát figyeljen, kérem, mindenek előtt külsőleg kell átalakulnia. Majd ha felveszi a smokingját, vagy a zsaketyét, egészen másképpen fog érvényesülni alakjának kifogástalansága. Hm, utálom ezeket a majongúnyákat. Ennek meg kell lennie. A második lépés már kisebb áldozatot kíván öntől. Féltékenyé kell tennie Miss Patrisát. Hogyan? tudja, a nők csak akkor kezdik becsülni a férfit, ha azt látják, hogy másoknak is tetszik. Akkor szaladnak utána. Udvaroljon valakinek. De kinek? Nem hozhatom ide Luzitániából Bettit, vagy Dórát. Ugyan? Erre igazán nincs szüksége. Nézzen körül egy kicsit. Itt vagyok például én. Maga udvarolni kezd nekem, és én úgy teszek, mintha fülig szerelmes lennék magába. Persze, ne értsem félre, ez csak komédia. Tom kedvetlen arcot vágott. Látja, az a baj, hogy itt minden csak látszat. Komédia. Én nem értek ezekhez a csalafintaságokhoz. Az ökölvívásban nincsen csalás. Ott az erő és az ügyesség győz. De köszönöm a segítségét, Miss Diana. Maga derék lány, és gyönyörű. Ez már udvarlás. No látja, egészen gyorsan megtanulta a komédiázást. Egymásra nevettek, és Diana boldogan gondolt arra, hogy olyan könnyen sem keresett még ezer dollárt, mint ahogyan most fog. Harmadnap délután, öt óra felé megérkezett a hercegi autó. Egy napi késéssel Dexavér Herceg telefonon jelentette, hogy egy kis baj történt a motorral, azt kell megjavítaniok. Ok. Valójában azonban a Herceg és a pénzügyminiszter egyenruháit kellett gyorsan átszabni Johnny és Jim termetére. A két gazfickó alapos munkát végzett. Magukhoz vették a Herceg és Potofgróf valamennyi igazoló iratát, Mellükre aggatták az összes kitüntetéseket és természetesen harmadik cinkosukat, Robertet, aki a sofőr szerepét játszotta, szintén belebújtatták a hercegi sofőr egzotikus vöröskék aranysújtásos libériájába. Bevonulásuk a podelpalotába tökéletesen hatásos volt. Az igazi hercegek sohasem tudnak olyan előkelőek lenni, mint a színpadiak. Johnny nem hiába volt szorgalmas látogatója az operetteknek és revüknek, elragadó trónörökös volt. Barátságosan kezet szorított Billel és Patrisának már az első percben azt mondta, hogy már azért is érdemes volt New Yorkba jönnie, hogy megismerje Amerika legbájosabb fiatal leányát. Bill olvadozott a gyönyörtől, és fülei égtek az állandó boldog izgalomtól de úgy látszik, hogy az elragadtatás kölcsönös volt, mert a hercegre is láthatóan mély benyomást gyakorolt a tündéri fényáradatban úszó palota díszterme, amelynek megterített asztala szinte roskadozott az arany és ezüst tálak tömegétől. Pesgőzés közben a herceg kedvesen megjegyezte, hogy az üzleti ügyek megbeszélése és lebonyolítása kizárólag pénzügyminiszterére tartozik, ő szívesebben töltené idejét sportolással. Tenisszel, vagy még inkább lovaglással, ha Patrisának is úgy tetszik. Estére Páholyt rezerváltat az operába. Azután valamelyik dancingot kereshetnék fel, esetleg az Astor bárjába nézhetnének, ahol most White Man jazz játszik. Bill titokban leányára kacsintott. Patrisa mosolygott. Úgy látszik, a hercegből nem lesz éppen unalmas féri, és ami azt illeti, egészen csinos férfi. Patrisa csak most háborodott fel igazán, amikor arra a szemtelenségre gondolt, hogy Tom megkérte a kezét. No, majd megtanítják röpülni ezt a fickót, csak legyenek túl a hercegi látogatáson. Bill érezte, hogy az ügy remekül áll és már előre elhatározta, hogy elmegy a bőkezőség legmesszebb határáig, de a partinak létre kell jönnie. Még akkor is, ha a 15 millió dollár hozományt még egy millióval meg kellene toldani. Tom a hercegi bevonulást ablakából nézte végig. Még a délelőtt folyamán szigorúan meghagyta neki Bill, hogy két-három napig nem mutatkozzon, mert amint mondotta, nagyszabású üzleti ügyekről van szó és azokat zavartalanul akarja letárgyalni. Ennek a napnak délelőttje egyébként is mély nyomokat hagyott Tomban. Ma először volt hozzá kedves Patrisa. Megdicsérte új ruháját, kijelentette, hogy most már csak ugyanúgy fest, mint egy korrekt gentleman is megengedte, hogy Tom vele együtt lovagoljon ki. Egész idő alatt igen kellemesen beszélgettek, úgy látszott, hogy Patrisát igen szórakoztatják Tom eredeti kiszólásai. Amikor visszaérkeztek a palotába, Patrisa, mintha csak most jutott volna eszébe, szórakozottan fordult Tomhoz. Ja, igaz, apa bizonyára mondta, hogy néhány napig nem találkozhatunk. Igen, fontos üzleti látogatója érkezik, és nekem kötelességem vendégünk szórakozásáról gondoskodni. Hiszen tudja, hogy az ilyen tárgyalások sikerét mennyire előmozdítja az, ha a félnek jó a hangulata. Majd, ha elutazott, gyakrabban megismételjük az együttes kilovaglásokat. Remélem, nem fog addig sem unatkozni. Úgy vettem észre, hogy Daján a kisasszony társasága eléggé szórakoztatja. Tom szíve megdobbant. A naiv fiú azt hitte, hogy Patrisa már is féltékeny rá. Ó, felelte elpirulva, Daján kisasszony kitűnően látja el titkárnői teendőit, de nekem egyedül maga tetszik, Patrisa. De nyomban megbánta, hogy Patrisát megnyugtatta, mert éles szemét nem kerülte el a gúnyos mosoly, amely átsuhant a fiatal lány arcán. Nos, hogy tetszenek önnek a vendégek? Kérdezte háta mögött hirtelen Dajána. Fene előkelőknek látszanak. Vélte Tom. Mik ezek? Tábornokok. Legalább két kiló kitüntetés lóg mindegyiken. Úgy hallottam félfüllel, hogy egy uralkodó herceg és minisztere. A hadsereg ruháit fogja Mr. Podell szállítani. De tudja, én azt hiszem, nem csak az uniformist fogják szállítani. Hanem. Hanem Patrisa kisasszont is. Tom szíve összeszorult. Amúgy is rossz sejtések kínozták. Ki tudja, hát ha igaza van Miss Dianának a nők hamarabb megsejtik az ilyesmit, mint a férfiak. Minden esetre elhatározta, hogy résen lesz. Bill Podell szíve hevesen dobogott, mikor ebéd után a kis sárga szalomba vonult a pénzügyminiszterrel, ahová a feketét és konyakot vitték. Potov gróf gondosan rágyújtott az egyik havanna szivarra és elégedetten dörzsölte kezét. Kedves Mr. Podell, mondotta, azt hiszem, hogy így egymás között felesleges komédiát játszanunk és nyíltan beszélhetünk. Hiszen mind a ketten tudjuk, hogy miről van szó. Mr. Samuel önt már mindenről értesítette. Bill mélyen meghajolt. Parancsoljon, kegyelmes uram! E pillanatban természetesen még korai lenne a herceg és Patrisa kisasszony házasságáról, mint befejezett tényről beszélni, az ilyesmit előbb kellően be kell harangozni a diplomáciában, de megmondom őszintén, azt hiszem, semmiféle különös nehézséggel nem kell számolnunk. Ismerem a herceget, tíz éve állok szolgálatában és merem állítani Patrisa kisasszony megnyerte tetszését. Egyébként a herceg ebből nem is csinált titkot, hiszen ön is hallotta, hogy milyen elragadtatva bókolt. Boldog vagyok, hogy a fenséges úr ennyire méltányolja lányomat. És szabadjon remélnem, hogy ez a megtetszés kölcsönös. Ez esetben nekünk csak a részleteket kell megbeszélnünk. Ne haragudjon, hogy ilyen express gyorsasággal térek a dolgok lényegére, de ne felejtse, hogy egy uralkodó hercegre másféle törvények kötelezők, mint a másfajta emberekre. Nem maradhatunk sokáig az önvendégei, mert az már is gyanút keltene, és az eljegyzést egyenlőre titokban kell tartanunk. Önt mindenek előtt népszerűvé kell tennünk Illíriában. Erre már kész tervem van. Parancsoljon velem. Ön felajánl és nyomban be is fizet Illíriának egy 8 millió dolláros államkölcsönt. Bill elsápadt. Előlegnek adjak ennyit dadogta megrökönyödve. Potov gróf mosolygott. Ó, természetesen üzletember vagyok magam is, tisztában vagyok azzal, hogy biztosítékot kíván. Ez meg lesz. A herceg titokban eljegyzi Patrisa kisasszonyt. Az erre vonatkozó megállapodást természetesen okiratba foglaljuk. Ezzel egyidejűleg a fenséges úr önt bárói rangra emeli és átnyújtja a sárkányrend vezércsillagát a szalaggal, melyel kegyelmes cím jár. Ön holnaptól kezdve báró és kegyelmes úr. Bélszemei szemei csillogtak az örömtől. Ilyen feltételek mellett azt hiszem, csak ugyan megegyezhetünk. Mondotta a boldogságtól remegve. A nyolc millió dollárt öt-hat napon belül folyósíthatom. Potov gróf bólintott. Rendben van. Addig várhatunk. Úgy terveztük, hogy csak a jövő hét kedjén térünk vissza Illíriába. Remélem, hogy látogatásunkat egy hónapon belül viszonozni fogják. A hivatalos eljegyzést csak is fővárosunkban tarthatjuk meg. Mindenben az önök kívánságához fogunk alkalmazkodni, excellenciás uram akkor hát báró úr, igyuk ezt a pohár konyakot az illíriai uralkodóház és a podel bárói család boldog kapcsolatára. Tom Mogorván járt fel alá szobájában. Éppen az imént volt tanulja annak a jelenetnek, amint Patrisa és a herceg kilovagolt ahogy egymásra néztek, összenevettek, a herceg kakaskodó járása és Patrisa kacér mozdulatai világossá tették előtte, hogy itt többről van szó, mint egyszerű üzleti kedveskedésről. Bosszúság és féltékenység viaskodott benne. Legszívesebben néhány ökölcsapással intézte volna el a herceget, de ez alatt a rövid idő alatt, amelyet Bilnél töltött, megtanulta már, hogy ebben a másik világban ravassággal és óvatossággal sokkal többre megy az ember, mint a nyílt őszinteséggel. Most már bizonyos volt benne, hogy ki akarják játszani és a kedvesség, amelyel körülveszik, csak a megtévesztésére szolgál. Második napja tartózkodott már a herceg a Podelpalotában és Tom, aki állandóan lesben állt, látta, hogyan szövődik egyre szorosabbá a barátság Patrisa és a herceg között. Természetes ösztöne megsúgta, hogy nem véletlen az, hogy állandóan kettesben vannak, hogy Bill és Potovróf nyilván üzleti tárgyalások ürügye alatt mindig később távoznak hazúról, mint a fiatalok, hogy ők mindig csak utánuk mennek. Tom nem olyan fából volt faragva, hogy ezt sokáig némán tűrhette volna. A levegő folytogatta, törnizúzni tudott volna dühében, amiért ilyen nyilvánvalóan meg akarják csalni. Szerette Patrisát. Igaz, hogy alig néhány napja ismerte csak, de azért ez a név 15 esztendő óta élt már benne, mint valami homályos, kellemes álom. Már többször megnősülhetett volna, de valami babonás makacsággal tért vissza rögeszméjéhez, neki Patrisát kell feleségül vennie. Az ilyen egyszerű emberek sokkal inkább hisznek a sorsukat intéző végzetben, és Tom úgy hordta magánál Bill írását, amelyel Patrisát neki ígérte, mint valami talizmánt már gyakran elhatározta, hogy kinyomozza, merre van Bill, mi történt vele, de mindig úgy fordult a sorsa, hogy kutatásait félbe kellett szakítania. A véletlen is úgy rendezte, hogy mindig egészen távol élt New Yorktól, és talán előbb-utóbb mégis megunta volna ezt a meddő várakozást, ha egy napon nem kerül a kezébe egy képes magazin, melyben ott látta Bill és Patricia fényképét természetesen nem ismerte volna meg őket, de a név megdöbbentő azonossága, Bill Podell és a leány Patrisa, mégis csak túlságosan felizgatta és így történt, hogy egy napon beállított Billhez. Abban a pillanatban, mikor Patrisát megpillantotta, már lángra is lobbant benne az a régóta szunnyadó misztikus szerelem, amelyet babonásan ápolt és hordozott magában. Meg volt győződve, hogy kizárólagos joga van ehhez a lányhoz most azután megdöbbenve ismerte fel a veszedelmet, amelyben szerelme forgott. Rossz kedvűen ment le az udvarra, valami leküzdhetetlen nyugtalanság üldözte és nekivágott a városnak. A Washington Parkba ment, az előkelő világ kedvelt lovagló és uzsonnázó helyére. Titokban abban reménykedett, hogy megtalálja a herceget és patrisát végig sétált a különböző kioszkok között, belesett a fényűzően berendezett cukrázdák tükörablakain, és csak ugyanaz egyik teraszon megpillantotta Patrisát és a herceget. Tom keze ökölbe szorult. Ha felrohanna és az asztalra csapna, hogy a kristályüvegek ezer felé repülnének és arcukra fagyna a mosoly. De fékezte magát. Csak állt égő szemmel, vonaglószívvel, nézte, hogyan flörtölnek, milyen negédesen kínálja a különböző koktélokat a herceg, és hogyan nyújtja át Patrisa a hercegnek egy ketté tört sütemény felét. Ezek bizony értik egymást. Fél óráig ülhettek a cukrászdában. Akkor lejöttek a széles márványlépcsőn. Egy néger boly már értesítette a lovást, aki elővezette a lovakat. Tom ott állt a cukrászda parkja előtt a kapuban. Patrisa meghökkenten nézett rá, mikor észrevette. De nem vesztette el lélek jelenlétét. Egy mosolyjal bocsánatot kért a hercegtől, azután a sápattomhoz lépett. Mi csoda dolog ez? Leselkedik rám. Ez hallatlan. Tom életében először volt gyáva tudta, hogy neki most ki kellene törni, szemébe vágni Patrisának két színű játékát, orrombágni a szemtelenül és kihívóan viselkedő herceget, de egyszerre valami nagy gyengeség és kétségbeesés fogta el, a szerelmes ember tehetetlen csüggedése. Bocsásson meg, Patrisa, mormogta, látni akartam, nagyon szeretem. Patrisa szeme haragosan csillant. Megőrült, Éppen most áll elém, mikor tudja, hogy édesapám milyen fontos érdekét szolgálom. A herceg, aki két lépésnyire állt, felfigyelt és arcátlan fintorral mérte végig Tomot, azután kérdőleg Patrisára nézett, mint aki azt kérdezi: Hát ez kicsoda, mit akar? Patrisa észrevette a herceg mozdulatát, és mosolyogva fordult hozzá. Apus üzent valamit, már mehetünk és anélkül, hogy egy pillantásra is méltatta volna Tomot, felugrott a lovára. A nő csalhatatlan ösztönével érezte, hogy teljes biztonságban van. A szerelmes, megzavarodott fiú óvakodni fog minden botránytól. Tom lesújtva indult a podelpalota felé. Most kezdett csak arra eszmélni, hogy őt milyen óriási távolság választja el Patrisától. A lány lenézte, úgy bánt vele, mint egy cseléddel. Bizonyos, hogy csak a botránytól való félelmükben tartják a palotában, ámítják, falhoz állítják és közben Patrisa a herceggel flörtöl. Amint később végigment az udvaron, a herceg autóját pillantotta meg, amely útra készen állt. A sofőr a karburátor körül foglalatoskodott. Úgy látszik, valami nem volt egészen rendben. Tom csendesen megállt az udvar egyik zugában és a sofőrt nézte. Már két nap óta törte a fejét, hogy hol látta ezt az embert. Esküdni mert volna, hogy már találkoztak valahol. Tom kitűnően tudott arcokra emlékezni, és erre a fickóra különösen emlékezett. A szúrós fekete szemek, alacsony, nyomott homlok, széles orr az ördögbe is, hiszen ez a sipista Roberte. Tomnak egy régi, izgalmas éjszaka jutott eszébe, amely Szent Louis egyik kocsmájában játszódott le. Nehéz eset volt. Marha kereskedők tévedtek a vidám kauboiba, ahol ő akkor éppen szerződésben volt. Ez a Robert volt a kocsmaréme. Hamis játékos, garázda fráter volt, híres verekedő. A gazfickó nyomban megneszelte, hogy a kereskedők tárcája tele van pénzzel és hamarosan rávette őket, hogy kártyázzanak. Persze, csalt. Az egyik kibic észrevette mesterkedését, és hatalmas ökölcsapással fejezte ki megbotránkozását. Általános verekedés támadt. Robert kést rántott és veszettül ordítozott. Tomnak kellett közbelépni. Hátulról galléron ragadta, a levegőbe emelte és írtózatos erővel kilódította a teremből. Robert visszarohant, vad ökölharc kezdődött, amely Tom győzelmével végződött. De Tom is számos sebből vérzett. Nehéz eset volt. Robert másnapra eltűnt, és most, négy esztendő után, itt találkozik vele podelpalotájában. És milyen elegáns. Hercegi sofőr. Tom úgy érezte, hogy valami nincsen rendben. Tom jól ismerte az alvilágot, melyhez Robert tartozott az olyan notórius tolvajok, verekedők, mint amilyen Robert is volt, nem igen szoktak rendes polgári foglalkozásra áttérni, még kevésbé fogadják az ilyen kétes múltú embert hercegi szolgálatba. Az ilyen nagy urak alaposan kitudakolják annak az életét, akit az autójuk kormánya mellé ültetnek és akire rábízzák magukat. Tom most már úgy szimatolt, mint egy vizsla. Még nagyon az idegeiben remegett az iminti jelenet minden izgalma és bosszúsága. Gyűlölte a herceget, aki olyan szemtelen arccal nézte végig. Ez az ember sem tetszett neki. Valami titkot gyanított. Robertnek mindenről sejtelme sem volt. Nem látta az egyik oszlop mögé húzódott tomot. E pillanatban kizárólag az autó érdekelte, amely még mindig nem volt rendben. Egy csavarhúzóra volt szüksége, de nem találta a szerszámos ládában. Ezt a pillanatot használta ki Tom. Maga sem volt tisztában tulajdonképpen azzal, hogy mit akar, csak azt érezte, hogy cselekednie kell. Gyors mozdulattal az autóhoz ugrott és bebújt a hatalmas kocsi hátsó részére erősített podgyászládába. A láda teljesen üres volt, Tom kényelmesen elhelyezkedett. Óvatosságból a fedelet kissé alátámasztotta, hogy keskeny rés maradjon a levegő számára és izgatottan várta, hogy most mi fog történni. Néhány perc múlva az autó elindult. Két órával utóbb Tom már bizonyos volt abban, hogy jó szimatja volt és furcsa titkok nyomára fog bukkanni. Mert az autó rendkívüli gyors járásából következtette, hogy a várost elhagyták és nyílt országúton rohannak tovább. Tom izgatott kíváncsisága egyre nőtt. Az ördögbe hol van ennyire sietős dolga Robertnek? Hová küldhette üzenettel a gazdája? De végtelennek látszó órák múltak és az autó megállás nélkül veszettül rohant. Tom nyugodtan kidughatta fejét a ládából, látta az elhagyatott, végtelen utakat és csendesen káromkodott, amiért kalandos utazása előtt legalább néhány zsemjét nem tett zsebre a dolog kezdett határozottan kényelmetlen lenni. Vagy hat órája utazhattak már, amikor végre egy országúti kocsma előtt megálltak. Roberta a kocsmába sietett, nyilván, hogy felfrissítse magát egy kis étellelitallal és persze a motort is hűlni kellett hagyni egy keveset. Tom szédült az éjségtől. A tagjai is meglehetősen elgémberedtek. Szeretett volna ő is néhány falatot enni, de persze, ez teljesen reménytelennek látszott. A ládarésén kipislogva látta, hogyan tűnik el Robert a kocsma ajtaján, és csak most kezdett arra eszmélni, hogy milyen beszedelmes vállalkozásba fogott. Egészen vad, elhagyatott, ismeretlen vidéken jártak. Tomnak fogalma sem volt, hogy hol fog végződni ez a bizonytalan utazás. És nála se pénz, se fegyver ha legalább a revolverét csúsztatta volna a zsebébe. Határozottan könnyelmű volt. Elsiette ezt a vállalkozást. Közben egy ingújra vetkőzött alak jött ki a kocsmából, és egy élelmiszerekkel megrakott kosarat tett a sofőr ülése mellé. Volt abban kolbász, kenyér, sajt, boros és sörös palack. A szolga visszament a kocsmába. Tom óvatosan körülnézett. Közel távolban egy lelket sem látott. Kiugrott a ládából, gyorsan felmarkolt néhány kolbászt, melléjük csúsztatott egy üvegbort és már vissza is bújt rejtek helyére. Ideje volt. Robert jött kifelé, a kormánykerék mellé ugrott és már indított is. Megint teljes sebességgel rohant a kocsi. Órák múltak. Robert lassított, azután megállt. Úgy látszik, enni és inni akart. Tomnak minden erejét össze kellett szednie, hogy hangosan el ne kacagja magát, mikor hallotta, milyen dühösen káromkodott Robert, aki észrevette, hogy élelmiszerkészletének jelentékeny része eltűnt. A gazemberek dühöngött, kevesebbet tettek be, mint amennyit számítottak. No, majd ellátom a dolgukat, ha visszafelé jövök. Egész éjjel futott az autó, és már hajnalodott, mikor Robert megint hirtelen lefékezett. Célnál voltak. Robert a kapuhoz ment, de nem csengetett, hanem hosszú, éles, különös fütyöt hallatott. Erre a fütyülésre egy másik válaszolt, és röviddel utána kinyílt a kapu, és az autó begördült. Tom homlokát hideg verejték verte ki. Kelepcében volt. Ha kimászik rejtek helyéről, agyonverik. Ha bent marad, talán csak napok múlva szabadulhat ki börtönéből, ha ugyanaddig el nem pusztul a túlságosan kényelmetlen, levegőtlen ládában. De még ebben a kétségbeejtő helyzetében is valami csendes örömet, kárörvendő elégtételt érzett. Most már egészen bizonyos volt abban, hogy Robert nem jár rendes úton, valami érthetetlen gazság rejtődik a dolgok mögött, amelyben a hercegnek és miniszterének is része lehet. Remek hírem van, mondotta Robert az eléje siető férfinek. Minden úgy megy, mint a karikacsapás. A lány fülig szerelmes Johnnyba és Jim, azt hiszem, holnap már zsebre vágja az első 8 millió dollárt. De mi újság itt? Hogy érzi magát Xavier őfensége és Derik minisztere? Egész nap kártyáznak és kölcsönösen bonokkal fizetnek egymásnak. Képzeld, őfensége egész komoly ajánlatot tett nekem, hogy Potov grófot elcsapja, és engem nevez ki pénzügyminiszterévé, mert azt mondja, hogy én még körmönfontabb gazember vagyok, és még jobban értek a pénzszerzéshez. Megjegyzem, egészen komolyan gondolkozom az ajánlat elfogadásán. Néhány nap múlva úgy is el kell hagynunk Amerikát és lehet, hogy ez a derék herceg valóban menedéket ad udvarában. Vagy felköttet. Ne felejtsd, hogy miattad veszít 15 millió dollárt. A további párbeszédet Tom már nem hallotta. Kémlelő helyéről csak azt látta, hogy bemennek az épületbe, melynek kapuja nyitva maradt mögöttük. Tomot az a példátlan vakmerőség tüzelte, amely a hozzá hasonló izmos fickókat szokta fűteni. Kimászott a ládából és lassan utánuk lopódott. Még nem volt egészen világos, az ég alja éppen csak hogy szürkülni kezdett. Tom úgy kúszott előre, mint az árnyék. A kapu mögött belebotlott a gépfegyverbe. Most már bizonyos volt abban, hogy veszedelmes rablófészekbe került csak az a kérdés, hányan vannak a banditák. Tom úgy vélte, hogy nem lehetnek sokan. Ketten közülök New Yorkban vannak. Lehetséges, hogy Roberten kívül csak ez az ismeretlen gangster és legfeljebb még egy cinkosuk tartózkodik az épületben. A foglyok nem veszélyes emberek, ha bezárták őket, kényelmesen őrizheti őket egy ember is. A lépcsőházban komor csend honolt. Tom látta, hogy a lépcső felső fokán egy villamos zseblámpa fénye gyullad. Robert és cinkostársa egy szobába nyitottak. Tom a félhomályban tapogatva ment előre. A lépcső szerencsére kőből készült, és nem nyikorgott. Mikor felért az emeletre, fülét ahhoz az ajtóhoz nyomta, amely mögött a banditákat eltűnni látta. A szobából felháborodott kiabálás hallatszott. Mi csoda disznóság ez? Hogy merészel hajnalban felverni? Ezt még miniszterelnökömtől és hadügyminiszteremtől sem tűrném el. Mr. Samuel, maga napról napra szemtelenebb lesz. Bocsánat, fenséges uram, de rendkívül sürgős ügyben kell tárgyalnunk. A szabadulásáról van szó. Erre mégis csak kiment az álmosság a herceg szeméből. Hogyan? Értem jöttek. A rendőrség kinyomozta, hogy hol vagyok. Nem, erről szó sincsen. Önként bocsátjuk el. Ez minden esetre enyhítő körülmény lesz, mielőtt a villamoszékbe ültetik. Hát éppen erről van szó, fenség. Önszabadulása előtt lesz szíves bizonyos írásbeli nyilatkozatot adni. A fenséges úr hangzott most Potov hangja, semmiféle nyilatkozatot nem adhat önállóan. Azt előbb a miniszterelnöknek kell ellenjegyeznie. Ez esetben, válaszolta nyugodtan Samuel, nevezze ki a fenség önt most azonnali miniszterelnökének és ön is lesz szíves aláírni a nyilatkozatot. Falhoz állítatom ezt a gazembert. Dühöngött Xavér herceg akkor is, ha történetesen egy millió dollárt ajánlok fel fenségednek. Mit beszél? Láthatja, fenség, hogy egészen eredeti banditával került össze. Olyannal, aki pénzt ad. Nem értem. Válaszolta a herceg. Nézze, fenség, én önnek hamis információt adtam. Hazudtam, mikor elhittem, hogy Bill Podel 15 millió dollár hozományt adhat a leányának nincsen annak többje, legfeljebb két milliónál. Megőrült. És azt hiszi, hogy ennyiért én feleségül veszem azt az izét, gyáros lányt. Fenséged nem, de egy magunkfajta kisigényű ember boldogan. És mi közöm van nekem ehhez? Nyílt kártyákkal játszom. E pillanatban két barátunk, Fenséged és Potov gróf uniformisában, mint kérők tartózkodnak Bill Podel New Yorki palotájában, és amint az itt álló küldöncünk jelenti, a két millió dollárt egy két napon belül meg is kapják. Nos, amennyiben fenséged olyan nyilatkozatot állít ki, hogy önkéntesen tartózkodott kastélyomban tíz napig, úgy ebből a két millió dollárból egyet átadunk fenségednek. Micsoda! Azt akarja, hogy társa legyek egy csalásban. Fenséged semmiről sem tud. Idejött pihenni, és közben visszaéltek a nevével. Erről igazán nem tehet, és persze, ha felmutatom fenséged nyilatkozatát, én is igazolva vagyok. Nem tudom, ki lopta el fenséged ruháját itt a kastélyban, akinek gaztettéhez vagy csalásához nekem semmi közöm nincsen. A há, hát erről van szó. Egy millió dollárt fizet, hogy becses személyét kimentse a vízből. A cinkosai a másik egy millióval megszöknek, és maga veszély és kockázat nélkül veheti át tőlük a még mindig eléggé csinos részesedését. Fenséged éles esze megszégyeníti a legkitűnőbb diplomatákat. Hát mit szól ehhez Potof? Kérdeztek szavér felháborodva. Fenséges uram, azt hiszem meg kell gondolnunk a dolgot. Hogy érti ezt? Hogy ne kérjünk-e másfél milliót? Elvégre az üzlet sikere kizárólag fenségednek köszönhető. Hát nem, én ebbe az aljas üzletbe nem megyek bele. Igaza van, fenség! Pénzügyi dolgokban a pénzügyminiszternek kell a felelősséget vállalnia. Majd én átveszem az összeget. Potof, megtiltom, hogy akár egy centet is zsebre vágjon szemjúja gúnyos hangja hallatszott. Úgy látszik, fenséget kitűnően érzi magát kastélyomban. Nyilatkozatát úgy veszem, hogy egyelőre nem óhajt körünkből távozni. Azt hiszi, hogy egy fejedelmet csak ilyen könnyedén el lehet tüntetni. Amerika egész rendőrsége fog utánam kutatni. Miért kutatna fenség? Hiszen tudják, hogy hol van. Bill Podelnél, New Yorkban naponta látható a város legelőkelőbb helyein. Amire a rendőrség megneszel valamit, hetek múlnak el és addig valamennyien árkombokron túl leszünk. És félek, hogy ezek a még hátralévő hetek már nem lesznek annyira kellemesek, mint az eddigiek voltak. Kissészűken vagyunk az élelmiszerekkel, a kártyák is elrongyolódtak és nem tudok újakat szerezni. Azon felül, ha holnap vagy holnap után hirtelen ismeretlen helyre kellene utaznom, fenségtek teljesen egyedül maradnának a sovány élelmiszerkészlettel a légmentesen bezárt szobában, és ha véletlenül a rendőrség túlságosan későn jutna arra a gondolatra, hogy itt keresse önöket, úgy könnyen lehet, hogy nagyon leméltóztatnak soványodni. Ha nem volna pisztoly a kezében, ketté hasítanám a fejét, gyávag az ember. Ordította Potov én pedig majd gondoskodom, hogy lehűtsem a gróf úr temperamentumát. Válaszolta Samuel. Robert, hozd be a bilincseket, majd én addig sakban tartom az urakat. Tomnak csak éppen annyi ideje maradt, hogy félreugorjon. Az ajtó kinyílt, és Robert sietett kifelé. Az első pillanatban nem látta meg Tomot, aki a nyíló ajtó szárnya mögé rejtőzött de valami gyanús árnyat vehetett észre, vagy megérezte azt a titokzatos delejességet, amely a közelünkben lévő idegen emberi testből árad és hirtelen visszafordult. Kitátotta a száját, hogy elordítsa magát, de már erre nem volt ideje. Tom tudta, hogy az élete forog kockán és nem habozott. Híres mesterütésével, amelyel megszerezte Illinois államának bajnokságát, Villám gyorsan állombágta Robertet, aki úgy esett össze, mint egy üres rák. A következő pillanatban Tom Bállára emelte az élettelen testet, és lefutott vele a lépcsőkön. Most már nyugodtan és hideg vérrel dolgozott. Kihúzta Robert sofőrkabátjának övét, és azzal szorosan összekötözte a kezeit a lábaira pedig úgy rácsavarta az összesziazott köpenyt, hogy a pórul járt bandita mozdulatra képtelenül feküdt, mintha zsákba varták volna. Mikor ezzel elkészült, megint vállára emelte Robertet, kivitte az autóhoz és bedugta a ládába. Halkan nevetett magában, Nolám, így változik az élet. Idejövet ő feküdt a ládában. Most szerepet cseréltek. Visszafelé már ő fog elől ülni. A lépcsőház felől kiáltás hallatszott. Halló, Robert, mi lesz, hozod már a karpereceket. Tom szívverése is elállt. Erre nem számított. Azt hitte, hogy Samuel nem mozdul ki majd a szobából, és akkor könnyű lesz megrohamozni, mint ahogyan Robert eltette. Ha felugrik az autóra és elrohan. Nyomban belátta, hogy ez képtelenség. A kerti kaput bezárták, annak kulcsa a banditáknál van. De még ha menekülhetne is, akkor sem tenné meg. Feltétlenül el kell fogni a szemjújért is, és ki kell szabadítania a herceget és potofgrófot. Csak akkor végzett jó munkát. Az áldóját miért nem nyitott ki a szádat? Hol vagy? Szemjújel káromkodva futkosott a lépcsőházban. Tomnak hirtelen remek ötlete támadt. A gúzsba vert Robert zsebében feltétlenül lesz revolver. Ha azt megkeríti. Amint kinyitotta a láda fedelét, két rémült szem és egy fakó arc merett rá. Robert magához tért. Tom az orra alá tartotta öklét. Megismersz sipista Robert. Én vagyok a bivajtom, aki egyszer már majdnem agyonvert Szent Louisban. Ha nem akarod, hogy az akkori munkámat befejezzem, ki ne nyisd a szádat. Mi alatt ezt mondta, már végig tapogatta a sofőrkabátot. Nem csalódott. Az egyik külső zsebében megtalálta a revolvert. Kihúzta és megnézte. Jó kis pisztoly. Mondotta elégedetten. Kedvem volna rajtad kipróbálni, te gazember. Ám bár tette hozzá hirtelen mosolyogva, tulajdonképpen ezúttal nem is haragszom rád. Nem is tudod, milyen szolgálatot tettél nekem. No, ne nézz rám ilyen dühösen. Később a szádba nyomok egy cigarettát, de előbb a barátoddal kell még végeznem. Robert! Meghaltál! Harsogott türelmetlenül a házból. Tom megnyomta az autódudáját tudta, hogy erre a hangra elő fog kerülni az áldozat. Csak ugyan a következő pillanatban már kidugta fejét Samuel az ajtón. Te vagy az, Robert. Mi az ördögöt csinálsz itt? Abban a pillanatban egy lövés dördült el közvetlenül a füle mellett, és egy rémes hang bömbölte fel a kezekkel. Olyan váratlan volt a rajtaütés, hogy Samuelnek eszébe sem juthatott védekezni rémülten emelte fel kezét. Tom mi alatt pisztolyát mellének szegezte, rákiáltott. Fordulj és feltartott kezekkel indulj előre. Felmegyünk a herceghez. Egy-kettő, indulj! Szemjúje meg sem kísérelte az ellenállást. Halott szápadtan, remegő lábakkal ment fel a lépcsőkön. Háta mögött rászegzett revolverrel Tom az ajtó előtt szemjújél habozva, kétségbe esettem megállt. Mint aki arra gondol, hogy inkább agyon löveti magát. No, mi lesz? Mit állsz? Nyisd ki! Rivalt rátom. A határozott hang hipnotikusan hatott. Szemjújél zsebéhez nyúlt, hogy kivegye a kulcsot, de Tom ismerte ezt a mozdulatot. Tudta, hogy Samuel pisztolya után nyúl és régi gengszter szokás szerint a nadrág zsebén keresztül akarja belé küldeni a halálos golyót. Villám gyorsan vetette magát, aki káronkodva, fogcsikorgatva védekezett. Hatalmas erejű volt. Tom, mint szakértő, elismeréssel állapította meg, hogy kitűnően dolgozik. Szabályos mérkőzés esetén bizonyára sokáig tartott volna ez a küzdelem, de Tomnak nem volt mit kockáztatnia. Rettentő ütést mért szemjúja gyomrára, aki fájdalmas kiáltással esett össze. Pardon, mondhatom, az ütés, tudom, szabálytalan volt, de viszont te sem kezdted szabályosan a mérkőzést. Elvette a tehetetlenül vergődő embertől a revolverét, előkerítette a kulcsokat és benyitotta a foglyokhoz. Fenség jelentette az elképet hercegnek és potofgrófnak, a banditákat leütöttem és önök szabadok. De kérem, oldják le a függönyök zsinórjait, mert ezt a gengsztert is meg kell kötöznünk. Ön detektív? Kiáltotta a herceg újongva. Kinevezem országom főkapitányává és megkapja a legmagasabb kitüntetést, amely az uralkodó életének megmentéseért jár egyelőre, mormogtatom, inkább mint sofőr fogom fenségedet szolgálni. Méltóztassék a kocsiba rakni Mr. samuel és foglaljanak önök is helyet. Ha simán megyünk, holnap délutára New Yorkban lehetünk. Tom eltűnése meglehetősen nyugtalanította Bill Podelt. Ki tudja, mit tervei ellenünk? Mondotta aggódva Patrisának, mikor négy szem között maradtak és éppen most, mikor a dolgok nagyszerűen alakultak. De Patrisa fejét rázta. Nem hiszem, hogy botrányt akarna. Ezt megtehette volna anélkül, hogy faképnél hagy bennünket. Megsértődött, mert rendre utasítottam és féltékeny a hercegre. Kitalálta, hogy feleségül akar venni. Sértett önérzetében nem akart többé velünk maradni tudod, papa, alapjában véve nagyon derék, jellemes fickó. Egy kicsit sajnálom is. De Bill nem látta ilyen egyszerűnek az esetet. Félek, hogy tévedsz, Patrisa. Te nem ismered a tomféle legényeket. Ezek nem olyan finom, érzelmes lelkek, mint ahogyan te képzeled nem bújdosnak el szerelmi bánatukban, hanem ököllel verekszik ki maguknak azt, amit a magukénak tartanak, tehát a nőt is. Nagyon félek, hogy ebből még baj lesz. Minden esetre siettetnünk kell a dolgokat. Holnap átadom a hercegnek a 8 millió dollárt, és ha már aláírtuk az eljegyzési okiratot, mégis jobban nyerekben érzem magamat. Ha tombotrányt akar csinálni, majd szépen lefogatjuk és zsarolásért lecsukatjuk. A sajtót néhány ezer dollárral el lehet némítani, hogy ne írjanak az esetről. A házi telefonhoz ment és felhívta Miss Dianát. Kérem, kisasszony, fáradjon a dolgozó szobámba. Diana idegesen lépett be. Kedves kisasszony, mondotta fagyosan Bill, miután Mr. Parker megszökött feleslegessé vált további szolgálata. Dajána arca lángolt. Méltóztassék elhinni, mondotta idegesen, ilyesmi még sohasem történt velem. Azt kell hinnem, hogy Mr. Parker nőgyűlölő. Vagy pedig van egy nő, aki jobban tetszik neki, mint ön. Jegyezte meg finom gúnyjal Patrisa. De ebben a gúnyban bizonyos benső elégedettség is rejlett. Dajána nyomban megértette a vágást. Patrisa mulat rajta, hogy nem tudta Tomot elcsábítani tőle. Asszonyok az ilyen tördöfést képtelenek elviselni. Miért nyelje le ezt a gorombaságot szótlanul? Neki ebben a házban már igazán nincsen semmi kockáztatni valója. Lehet, Miss Podel, mondotta angyalian kedvesen, de hiszen én amúgy is be akartam jelenteni, hogy egy nappal sem maradok tovább a palotájukban, mert nem szeretem rontani főnökeim üzleti érdekeit. Hogy érti ezt? Kérdezte meglepetten Podel. Ha nem csalódom, Miss Podel és a herceg között házasság készül. A dolog szépen halad, naponta együtt lovagolnak ki, teniszeznek -e. Megtiltom, hogy ilyen hangon beszéljen. Kiáltotta Podell. Engedelmet, én csak figyelmeztetni akartam önöket, hogy mi alatt a herceg és Miss podell együtt vannak, Potov bizonyos diszkrét üzeneteket közvetített nekem a herceg részéről. A legmagasabb körökben, úgy látszik, mégsem olyan kizárólagos a férfi ízlés. Ez teli találat volt. Patrisa bosszúsan harapott ajkába, bilvalósággal valósággal elsápadt. Kérem, kisasszony, mondotta haraktól remegő hangon, nincs több mondani valunk, távozhat. Amikor Dajána elhagyta a szobát, Podel felháborodva roskat karosszékébe. Hát ez hallatlan. Kiáltotta. De Patrisa, úgy látszik, közben visszanyerte fölényes hidegvérét. Ugyan, papa, végre is mi ebben a meglepetés? nem szerelmi, hanem politikai házasságot kötök. Nem a férja fontos, hanem a cím. Egyébként lehet, hogy a herceg ártatlan is a dologban. Talán nem is tud Potov gróf mesterkedéseiről. Bill megrökönyödve nézett lányára. Nem volt tisztában azzal, hogy komolyan beszél, vagy gúnyolódik. Ragyogó lány vagy. Mormogta. Csupa okosság, sugárzó éjesz. Potov gróf kopogtatott. Róka arcát nyájas mosolyra húzva lépett a szobába. Miss Patricia! Mondotta, boldog vagyok, hogy önt is éppen itt találom. Pompás híreim vannak. Diplomáciai kábelt kaptunk Illíria miniszterelnökétől, amely szerint a tervezett házasságot ő is nagyon rokon szembesnek találja. A fenséges úr ennek folytán holnap ünnepélyesen átnyújtja önnek az eljegyzési nyilatkozatot. A megelőző formaságokat majd a báró úrral elintézzük. A nyilatkozatot tanúképpen én fogom aláírni. All right! Mondotta Podel. Holnap délelőtt én is átnyújtom excellenciádnak a 8 millió dollár izé államkölcsönt. Az ebédlőasztal káprázatosan volt terítve. Bill legdrágább aranykészleteit szedette elő. De ő maga is alaposan kicsípte magát. Frakban volt és nyakában lógott a Johnny által átnyújtott első osztályú sárkányrend, melyet a ravasz banditak szavér herceg bőröngyéből lopott ki. Patricia rossz kedvű volt. A délután folyamán kínos jelenete volt a herceggel. A parkban sétáltak és a herceg áradozva bókolt. Nem is hiszi, Patrisa, hogy milyen boldoggá tesz az a gondolat, hogy maga lesz a feleségem. A mi körünkben ritka szerencse, ha szív és politikai érdekek találkoznak. Patrisa keserűen mosolygott. Ön nagyon udvarias, fenség, de most, hogy már csak órák választanak el bennünket az eljegyzéstől, mégis illendőbb lenne őszintén beszélni. Nem értem. Miért kételkedik a szavaimban? Ön nem szeret engem. Nem szerethet. A szerelem nem kezdődhetik olyan megalázó módon, mint a miénk. Ön kényszerből jött hozzánk, mert pénzre volt szüksége. Tehát már látatlanban gyűlölnie kellett engem. Mindig gyűlöljük azt, akire rá vagyunk szorulva. Fokozottan állhat ez egy olyan gőgös nagyúrra, mint ön. Bevallom, elég ügyesen és gavallérosan palástolta ezt az érzését. De alattomban már is azon törte a fejét, hogyan bosszulhatja meg magát Rajtam, amiért meg kellett alászkodnia, és még itt, a tulajdonpalotámban, közvetlenül eljegyzésünk előtt diszkrét üzeneteket küldött Miss Dianának. A herceg elvörösödött. Kérem, ez nem igaz tévedés. Természetesen tagadnia kell. Nézze, nem is firtatom tovább ezt a kínos és csúnya kérdést. Nem érdekel. A felesége leszek. De én is csak érdekházasságnak tekintem Frigyünket. Ezt becsületesen meg kell mondanom. Miss Patricia, meg vagyok győződve, hogy rövidesen teljesen meg fog változni a rólam való véleménye. Mindent el fogok követni, hogy megszeressen. Ehhez teljesen át kellene alakítania a mai gondolkodását, és félek, hogy ez nagyon nehezen fog menni. Potov gróf tűnt fel a pálma bokrok felől. Az arca ragyogott. Nem csoda, délelőtt óta zsebében volt a 8 millió dollár. A herceghez lépett, néhány szót mondott neki halkan, azután mélyen meghajolt Patrisa előtt. Báró kisasszony, engedje meg, hogy fenséges uram megbízásából átnyújtsam eljegyzési ajándékát. E szavakkal elegáns ékszerdobozt nyújtott át. Patrisa felnyitotta. Remek, korona alakú diadém volt benne. Méltó arra, hogy egy uralkodónő hordozza a fején. Remélem, tetszik? Kérdezte mosolyogva a herceg. Azt akarom, hogy ez legyen homlokán, mikor majd az első fogadtatást tartjuk. Mikor a pesgőt szolgálták fel, a herceg felállt. Bélnek torkáig dobolt a szíve izgalmában. Patrisa is elsápadt. Kedves podelbáró, kezdte a herceg, engedje meg, hogy ezennel ünnepélyesen megkérjem Miss Patrisa kezét. Az eljegyzésünket hivatalosan tanúsító okiratot Potov gróf egyidejűleg átnyújtja excellenciádnak. B. könnyes lett a boldogságtól. Fenséges herceg, kedves vőm, dadogta, boldogan adom áldásomat. És elragadtatásában, megfeledkezve minden udvari ceremóniáról, amúgy becsületesen karjába ragadta a herceget és hatalmas csókot cuppantott orcájára. Ebben a pillanatban azonban hihetetlen dolog történt. Az ajtó kitárult, és a küszöbön Tom jelent meg. Bill felugrott. Azt hitte, hogy ez az őrült fiú merényletre készül. A többiek is megrökönyödve emelkedtek fel helyeikről. Bocsánat, mondta Tom gúnyos udvariassággal, néhány vendéget hoztam, akik feltétlenül részt akarnak venni az eljegyzési ünnepélyen. Örülök, hogy még idejében érkeztünk. Igaz, hogy átkozottul siettem. Hogy merészelsz betörni, micsoda szemtelenség ez, kiáltotta Bill és csengő után nyúlt. Két lakály, aki merev mozdulatlansággal állt az asztal mellett, fenyegető mozdulatot tett. Tomintett. Pillanatnyi türelmet, Bill. Előbb majd bemutatom a velem hozott vendégeket. Ez szavakkal hátrafordult, és mélyen meghajolt. Fenséges uram és gróf úr, méltóztassanak belépni! Két előkelő úr lépett az ebédlőbe, akiknek megpillantásakor a herceg és a gróf félrelökték a széket, amelyen ültek, és mintha vipera csípte volna meg őket, pánikszerűen rohantak az ablak felé. De már késő volt. Tom egy akrobata ügyességével vetette magát a hercegre és az előszobából berohanó detektívek, akiket Tom már előzőleg értesített, Potov grófot fogták le. Bill azt hitte, eszét veszti a szörnyű meglepetéstől. Patricia remegve, ijesztően, sápattan dadogta. Mit jelent ez? Csak annyit, Miss Patricia, hogy ön egy hiú, szívtelen teremtés, aki megvetéssel utasított el egy szegény fiút, aki pedig őszintén imádta magát. Akarja tudni, kinek nyújtotta kezét. Amerika legveszedelmesebb gengszterének, John Franknek, aki cinkosaival együtt fogságba vetette az igazi szavér herceget és miniszterét. Igaz ez, John és Jim. Ne tagadjátok, Samuel és Robert már rendőrkézen vannak, elbuktatok. Bill kezdett magához térni gutaütésszerű megrázkódtatásából. Mélységes felindulással közeledett Tomhoz. Tom fiam, meg tudná bocsátani? Tom kiegyenesedett. Csupa férfias erő áradt el alakján. Nem bocsátok meg, Bill. Ostoba, nadzoló, a pénzed gőgében elmerült ember vagy. Nézd körül! Ez a két bandita jobban tetszett neked, mint én, hasra vágódéti áll a lopott cifra előtt, nem érdekelt, hogy van-e lelkük vagy nem, szeretik-e a lányodat, boldog lesz-e Patrisa. És Patrisa is megszédült a hercegi rangtól. Most itt áll maga előtt a valódi herceg, Patrisa. Íme, elhoztam! Az üzlet talán még létrejöhet, nem késő, hiszen megakadályoztam a dollármilliók elrablását. Patrisa lehajtotta fejét, arca lángvörös volt. Nagyon szégyellem magam, Tom. És bármennyire haragszol rám, szeretném, ha kibékülnénk. Ó, ez nem olyan egyszerű dolog, Miss Patrisa. Az életemet szívesen tettem kockára azért, hogy leleplezzem ezt a pokoli, aljas komédiát, amely maga körül folyt. Ezzel a saját becsületemnek tartoztam. Nem igaz, kiáltotta szenvedélyesen Patrisa, nem azért tetted, hanem azért, mert szeretsz. Már ennek vége, Patrisa. Itt a valódi herceg, Patrisa fenséges uram, mondotta gúnyos meghajlással Tom, íme a hölgy, akinek hozományában megalkudott szemjú éllel. A herceg kínos zavarban volt. Ez tapintatlanság, Mr. Parker, önkiváló ember, de hiányzik magából a diplomáciai tapintat. E pillanatban Potov Gróf Billhez lépett. Bocsánat, uram, mi jogon hordja ön a mi sárkányrendünket? Ehhez nincsen jogal. Kivéve természetesen, ha egy nagyobb üzlet kapcsán, mondjuk, mint hadseregünk egyenruhaszállítója, erre különös érdemeket szerez. Ez esetben a fenség bizonyára nem fog vonakodni önt kitüntetni. Bill ingerült mozdulattal téptelen nyakáról a kitüntetést. Nem köszönöm, gróf úr, nem tartok igényt rá. Potof gróf megrökönyödve nézett végig Billen, de Tomkedélyesen hátba vágta. Jól van, öreg Bill úgy látszik, mégis használt a lecke és megjött az eszed. Egy év múlt el. A Podel Palota dísztermében újra eljegyzési lakomához terítettek. New York száz legelőkelőbb iparmágnása jelent meg a fényes ünnepségen, amely egyúttal egy új ipari hatalmasság felavatása is volt a meghívottak minnyájan tudták, hogy Tom Parker a vőlegény, a podelművek tejhatalmú üzletvezetője milyen gyors népszerűségre tett szert a szakmában megalkuvást nem ismerő pörításágával és becsületességével. Mosolyogva adták tovább egymásnak a hírt a szakmabeliek, hogy Tom feltűnése óta nem lehet Bill Podelre ráismerni. A nadzoló párvenűből kedélyes, közvetlen ember lett, aki nem szégyenli azt, hogy valamikor utcai árus volt de legboldogabb Patrisa volt. Mert a nő hiába, mégis akkor legboldogabb, ha megtalálta a szívét. Imádta Tomot, ezt a drága, aranyszívű, vasöklő ősembert, és ha Tomnak eszébe jutott néha, hogy célzást tegyen a füstbe ment hercegi házasságra, Patrisa ilyetten tapasztotta be csókokkal a száját. Csitt, Tomi, nem szabad megszégyenítened. Rossz álom volt, melyről megígérjük, hogy sohasem beszélünk. És miközben a kereskedelmi ügyek államtitkára pesgős pohárral a kezében lelkes felköszöntőt mondott a fiatalokra, Bill ezerszer állapította meg magában, hogy Patrisa anyagilag is fényes házasságot köt. Hiszen Patrisa első eljegyzése alkalmával kerek 8 millió dollárt vettek ki a zsebéből, és ez a derék fiú az utolsó centig mindent visszaszerzett. Hát hol van ma még egy ilyen derékvő? Ő? Vége.